Már hagyomány, hogy a 2017-2018-as bajnoki szezon téli szünetében a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága megszervezi a Nyírerdő teremtornát, amelyet már 5. alkalommal rendeznek meg. A Nyírerdő kupát már nagyon régóta rendezzük meg, 5. alkalommal a Nyírerdő kupa az elnevezése, előtte más nevet viselt ez a teremtorna. Itt igazából arról van szó, hogy a felnőtt megyei csapatok részére egy ilyen teremtornára felkészülést biztosítunk, 5+1-es szabályrendszerben, tehát kispályás labdarúgó szabályrendszerben, és hát a megyeiben 6 csarnokban lesznek majd selejtezők, onnan tovább jutnak az első 4 helyezett csapatok a 4 középdöntőbe, és akkor a döntő pedig a 8-as döntő Nyíregyházán kerül majd sor. A selejtezőket január 14-én vívják a csapatok területileg beosztott csoportokban, Csengerben, Nyírbátorban, Újfehértón, Tiszavasváriban, Gyulaházán és Leveleken. A középdöntőt január 21-én, a 8-as döntőt pedig január 28-án rendezik. A Nyírerdő kupa így pont megelőzi a megyei csapatok számára kiírt nagypályás műfőes labdarúgó tornát. Január elején már azért találkoznak a játékosok, és ilyenkor egy ráhangolódásképpen azért a terembe szívesebben elmennek még focizni, és egy ilyen csapat összekovácsolás is, meg azért mégis legyen egy kicsit a tétje, így megkezdve a téli felkészülést, ez kiváló alkalom szokott lenni, hogy összecsiszolódjanak a játékosok. A Nyírerdő kupára január 8-áig lehet jelentkezni az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságánál. A szervezők az első 36 csapat nevezését tudják elfogadni. A kupán próbajátékos szerepeltetésére nincs lehetőség, illetve az egyesületek a tornára maximum 3 olyan labdarúgót nevezhetnek, aki érvényes felnőtt futszál NB1-es, illetve NB2-es játékengedéllyel rendelkezik.